Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a NEMO, azaz a NEMO elnevezésű fájlkezelővel fogunk foglalkozni. Ez a Cinnamonnal érkezik, azaz a Linux Mintben, hogyha a Cinnamon verziót fogod feltenni, ezt fogod alapból kapni. Én az az igazság, hogy első körben egy kicsit olyan óckodással néztem, persze eltávolítani nem érdemes, mert gyakorlatilag bele van építve nagyon a környezetbe, de igazából ránéztem, oké, ez egy fájlkezelő, maradok a megszokottaknál, illetve természetesen a Ranger-t használom. Igen, és utána elkezdtem a NEMO-t nézegetni, használni. Nagyon megtetszett. Nagyon megtetszett, és szeretném bemutatni úgy általánosságban, hogy mire is jó, mit is lehet vele elérni, mi az, ami nekem megtetszett, azaz véleményvideó lesz. Ez a videó bemutatja azt, hogy mi az a NEMO-nak a tulajdonságai, ami engem megfogtak. A így bizony előfordulhat olyan, hogy bemutatok olyasmit, ami másba is bent van, illetve nem mutatok be olyan érdekességeket, ami esetleg a NEMO-ba bent van, de engem igazából nem érdekel. Mi az, ami első körben megtetszett? Első blogban bemutatok pár olyan dolgot, ami alapból bent van, illetve egy-egy kiegészítő telepítésével megoldható. Hát mi az, ami megoldható ebben? Az, hogy két panelos. Azaz megnyomom az F3-as gombot, és két panelt fogunk kapni. Gyakorlatilag nem kell bemutatni a két panelos megoldásnak az előnyeit, ide-oda tudod húzkodni a dolgokat. Szuper! Azaz egérrel, egérművelettel, áthúzással tudsz másolni, mozgatni. Ennél kényelmesebb nincs, hogyha valaki az egérműveleteket szereti. Kényelmes. A másik, ami nekem nagyon megtetszett, és valóban már egyik videóban volt is róla szó, azt hiszem a partíció kezeléses videóban, hogyha ide megyünk, hát természetesen gyakorlatilag kattogtathatunk a könyvtárak, alkönyvtárak, alkönyvtárak között, és léptetni tudunk, tehát föl a következő felső könyvtárba léptetünk, következő felső könyvtárba, szülőkönyvtárba léptetünk. Igen, beállítható ez úgy, hogy ilyen kis gombocskák legyenek, az elérési utat így mutassa, és beállítható úgy is, illetve átváltható úgy is, hogy bizony rákattintunk erre a furcsa visszafele mutató nyilacskára, és rögvest mit kapunk meg az elérési utat a megszokott per jelekkel, ezt másolni tudjuk, és ha gépelni szeretnénk, ide be is gépelhetjük az elérési utat. Az az elég praktikus dolog, olyan esetben, hogyha valaki nem azt a kis gombocskás, hanem ezt a per jellel ellátott, szabvány hagyományos elérési utat szeretné. A másik gondolat, ami nekem nagyon tetszik, és nagyon bejött, bemegyünk ebbe a könyvtárba, amit múltkor csatoltuk, és egyéb. Lehet látni, hogy bent vagyunk a Laci 120-as könyvtárba, üres helyre kattintunk, a szülőkönyvtárba ugrunk, itt is átmegyünk a másik panelra, üres helyre, tehát nem az ikonokra, nem egyebekre kattintunk, hanem egy üres helyre, a szülőkönyvtárba tudunk visszaléptetni, nagyon kényelmes, főleg akkor, hogyha egérrel dolgozunk, hogy fel tudunk léptetni a könyvtárba, illetve hát, hogyha a könyvtárra rákattintunk kétszer, mert nekem úgy van beállítva, akkor be tudunk lépni a könyvtárba, kényelmes, felléptünk, és utána megint felléptünk, feljebb nem tudunk lépni, hiszen már a gyökérkönyvtárba jutottunk el, szuper! A következő beállítás nagyon-nagyon kényelmes, visszamegyek a home könyvtáromba, nehogy valamit elroncsak, bemegyünk a munka könyvtáromba. Nyilván, hogyha szeretnél egy könyvtárat átnevezni, akkor rákattintasz és átnevezést megkeressük, vagy megnyomjuk az F2-es gombot. Szuper! Azt hiszem mindenhol így működik. A NEMO-t be tudod állítani úgy, hogyha rákattintasz a névre kétszer, a névre, nem az ikonkára, és azonnal szerkeszthetővé válik az állomány neve. Nagyon-nagyon kényelmes. A másik, ami nekem nagyon megtetszett, az, hogy duplikálni tudod az állományt, azaz másolatot tudsz róla készíteni. Ez alapvetően nem egy olyan funkció, ami nélkül nem lehet élni, hiszen másolni, átnevezni, meg mozgatni, akármit tudunk, és akkor már van másolat valamiből, de sokszor van úgy, hogy egy-egy fájlt vagy egy scriptet szerkeztek, arról biztonsági másolatot szeretnék csinálni, vagy éppen lemásolni és átszerkeszteni másra valamit, arra ez a funkció nagyon-nagyon kényelmes. Mondjuk a sablon SH-ból készítsünk
azonnal egy másolatot, megkeressük azt, hogy megkettőzés, és akkor sablon SH és sablon másolat SH van, ahogy az előbb említettem, átszerkesztés előtt, akármilyen mozgatás előtt, vagy bármilyen funkció elvégzése előtt érdemes sok mindenről másolatot csinálni, mert akkor időzőjelben ez egy biztonsági másolat, az, hogy éppen az a neve, hogy másolat, az bennünket nem zavar, és nem az van kiírva, hogy biztonsági másolat. Ezek olyan kellemes dolgok, amiket én, bevallom őszintén, nagyon megkedveltem, és esetlegesen más, esetlegesen nagyobb környezetbe, asztali környezetbe adott fájkezelők nem, vagy nem így kezelik. Nézzük is meg a beállításokat, nem fogunk az összes beállításon átmenni természetesen, hát bizonyára oda megyünk a beállításokhoz, a beállításoknak van egy-két olyan lehetősége, amit érdemes átnézni, gyakorlatilag érdemes az összeset átnézni, nyilván ha valamit használatba veszel, akkor mindenképp átnézed a beállításokat, leírásokat. Mi az, ami engem érdekel? Viselkedés. Viselkedés, ami fontos, elemek megnyitása dupla kattintással. Én megszoktam, hogy dupla kattintással nyílik meg egy állomány, illetve indul el egy script, illetve lépek be a könyvtárba. Alapdolog, nem is kell semmit mondani. A következő, amit mutattam, hogy a fájl nevet át lehet dupla kattintással a fájl névre, könyvtárnévre kattintasz, itt tudod ki, illetve bekapcsolni. Szerintem nagyon-nagyon praktikus. A következő, amit mutattam, itt lehet beállítani, hogy a szülőmappába ugorjon, a üres területre lépünk. Szerintem ennél kényelmesebb megoldás nincs. Ezzel a megoldással nagyon szépen vissza tudunk lépni a szülőkönyvtárba, véleményem szerint egy nagyon kellemes funkció. A következő funkció, ami alapfunkció, a kedvencek. Kedvenceket úgy hozol létre, hogy a könyvtárra vagy akármire jobb egérgombbal rákattintasz, megkeresed azt a lehetőséget, hogy hozzáadom a kedvencekhez. Oké, kapott csillagot, hogyan tovább? A két kedvenc, illetve beállított kedvencnek beállított dolgainkat egy mappába be tudjuk tenni virtuálisan, oda tudunk ugorni, hogyha kedvencekre kattintunk, és lehet látni a két kedvencnek megjelölt mappa egy helyen meg fog jelenni. Azaz, hogyha van pár olyan mappád, amit sokszor használsz, megjelölöd a kedvenccel, és abban a pillanatban neked lesz egy ilyen gyűjtő kategóriát, hogy kedvenced, hogyha arra kattintasz, oda fogunk ugorni. Ami nagyon megfogott beállítás ügyileg, tehát hogyan nézzen ki ez az eszköz, az, hogy majdnem mindent tudok szabályozni. Kettő olyan kinézeti beállítás szerintem mindenképp átgondolandó, illetve beállítandó, hogy neked megfelelő legyen. Az egyik az oszlop lista. Nyilván az oszlopos lista ilyen megjelenítésnél alkalmatos ez, akkor tudod használni, azt tudod beállítani, be tudod állítani, hogy mi jelenjen meg. Nyilván ide felkattintva is ugyanezt megkapod, tehát át tudod állogatni, hogy mi jelenjen meg. Nagyon-nagyon kényelmes dolog, azt látom, ami kell, illetve ki tudok szedni olyasmiket, ami nem kell, és sokkal jobban átláthatóvá válnak a dolgok. Amire érdemes figyelni, az, hogy milyen kattintással, milyen menüket kapunk meg, azt is be tudjuk állítani, tehát szerkesztésre megyünk, és ide megyünk a beállításokhoz, és a helyi menüket beállíthatod, tehát a kiválasztásnál, tehát rákattintasz egy állományra, ami ki van választva, ezeket a menüpontokat kapod meg a jobb klikkesnél, a háttérre kattintva, az ikon nézetre kattintva, illetve az asztalra kattintva, ezeket a lehetőségeket kapod meg, és ha valami kell, vagy nem kell, beteszed, vagy kiveszed. Nagyon fontos, és szerintem egy nagyon kényelmes dolog, csak rá szeretnék mutatni, hogy másolás ide, áthelyezés ide. Ezt a kettőt érdemes használni. Miért? Mert hogyha azt mondom, hogy erre én itt rákattintok, jobb egérgombbal rákattintok, akkor a másolás megfelelő helyekre, áthelyezés megfelelő helyekre, azt meg tudod tenni, a könyvtár szerkezetet is látod, illetve a lemez szerkezetet is látod, azt, amit oldalt van, illetve van egy tallózási lehetőség, ahol betallózod, hogy hova másolja, illetve másik megoldásnál hova mozgassa az adott fájlt vagy fájlokat, gyorsabbá tudod tenni a fájlműveleteket.
A Nemo, mint az összes fájkezelő, inkább azt mondom a legtöbb normálisabb fájkezelő, bővíthető, azaz olyan funkciókat bele tudunk rakosgatni, ami gyárilag nincs bent. Ezt háromféleképpen tudjuk megoldani. Az egyik, a legegyszerűbb, amit én először beszeretnék mutatni, hogy a tárolókból feltelepítünk olyan kiegészítőket, amit hozzáadnak. Azt hiszem ennél egyszerűbb nincs. Nyilvánvalóan a szoftverkezelőbe elkezdjük megkeresni azokat a dolgokat, amik számunkra fontosak lehetnek, a Nemo kötőjel. Így érdemes rákeresni, mert akkor a legtöbb ilyen eszköz ki fogja listázni és lehet telepíteni. Ahogy lehet látni, elég sok eszközünk van, ebből párat, valóban csak párat fogok bemutatni. Gyakorlatilag itt a nevek mutatják, hogy mit csinálnak, ha az van odaírva, hogy Nemo, Font Manager, feltehetőleg ez a fontokat fogja, hát hogy is mondjam, egy picit menedzselővé, telepíthetővé, eltávolíthatóvá tenni a Nemo-ban, tehát egy kiegészítést kapunk hozzá. Véleményem szerint mindenki el fogja tudni dönteni, hogy a kész dolgok közül melyek azok, ami számára fontosak. Én most csak rámutatok. Gyakorlatilag a használatát nem fogom mindegyiknek elmondani, mert annyira egyértelmű, hogy csak na. Azaz, telepíted azt, ami kell, és utána már tudod is használni. Itt láttok egy pipát, amit eltávolítani tudok, vagy egyéb ilyen jelképet hozzá tudok tenni. Nézzük is meg ehhez az új elnevezésű könyvtárhoz, vagy fájlhoz, amit éppen kijelölök, mit lehet hozzátenni. Rákattintasz jobb egérgombbal, és a tulajdonságokhoz mész, és a tulajdonságok között van olyan, ha telepíted a kiegészítőket, hogy emblémák. Egy elég szép kis embléma gyűjtemény van, 14 darab embléma közül választhatsz, gyakorlatilag ezek elegendőeknek kellenének lenni ahhoz, hogy megkülönböztesd a dolgokat. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, olyan előnézeti képhez, amit a Nemo generált egy megfelelő akármivel, kiegészítővel, ahhoz, tehát az előnézeti képhez, mondjuk egy videónál nem tudtam emblémát hozzápasszítani, lehet, hogy azon nem működik. Például ilyesmi, hogy egy elvégzett feladat, kipipálod, meghallgattad azt a hanganyagot, kipipálod, erre nagyon alkalmatos ez a dolog. A következő kiegészítő, amit mindenképp érdemes szerintem telepíteni, egy előnézeti képet ad. Ez nem az a kiegészítő, az a lehetőség, ami az előnézeti képeket generálja, azt is érdemes telepíteni természetesen, hanem egy picit nagyobb képeket, nagyobb előnézetet ad, kijelöltem, és a space, azaz az üres hely lenyomásával kapok egy előnézeti képet, nagyon praktikus. Szövegek, képek, akármilyen egyéb ilyesminek a megjelenítésére nagyon-nagyon-nagyon alkalmas. Ha már a képeknél tartunk és képfájt jelölünk ki, a következő kiegészítő, amit mindenképp meg kell említenem, az átméretező, képmanipuláló, inkább azt mondom, kiegészítő, amit telepíteni érdemes, hogyha legalább 3 darab képed van, és hetente legalább egyszer átméretezel, elforgatsz. Egyéb nyilvánvalóan a mostani telefonnal fotózok, vagy egyéb ilyen gondolatok mentén érdemes ezt telepíteni, hiszen a méretet meg tudod változtatni, rákattintasz képre. Természetesen a képek átméretezése, egy normális átméretezési lehetőséget kapunk, ami kényelmes feltöltéseknél, kisebb méretre való átkonvertálásánál, vagy pedig, ami nagyon fontos, főleg telefonnal elkészített dolgoknál, az elforgatási lehetőséget megkapjuk. Ne gondoljunk itt valami nagyon torzító, nagyon átméretező, nagyon komoly. Tehát a gimpet ez nem fogja kiváltani meg egyéb képmanipuláló programokat, de legyünk őszinték, a gyors munkához ez is kiválóan alkalmatos. A következő kiegészítőt én mindenkinek ajánlom, aki használja meg a tárhelyet, meg a boxot, vagy meg a NZ-t, ki hogyan ismeri, volt róla a videó, kapunk 20 GB-nyi tárhelyet, és kapunk hozzá egy nagyon szép, és hasznos, és kényelmesen használható grafikus, illetve parancsoros kiegészítést a rendszerünkhöz, telepíteni kell. Na hát a megáról csak ennyit szerettem volna mondani, én aktívan használom. Ha feltelepíted a Mega NZ-hez tartozó kiegészítőt a Nemo-hoz,
akkor már egy kattintással fel tudsz tölteni. Töltsük is fel ezt a képet, rákattintasz, kiválasztod a Megát, és feltöltés, a Megára több könyvtárat vagy több fájt is ki tudsz jelölni természetesen, de ez csak akkor fog megjelenni, hogy a Mega NZ-nek a grafikus felületű fájkezelő, szinkronizáló STB bemutattam már ezt az eszközt, az el van indítva, és fut, és be vagy jelentkezve a Mega NZ-nek a grafikus felületét, ezt használja ahhoz, hogy fel tud tölteni, kényelmes, ennyi az egész. Rákattintasz, Mega, és feltöltött, és el is indul, és oké. És már készen is vagyunk, tehát így a fájkezelőből azonnal át tudod adni ennek a grafikus felületnek, az pedig elvégzi a szinkronizálást, abban az esetben, hogyha van egy hitelesített fiókod a Mega NZ-nél. Hát ez nagyon kényelmes, én nagyon megszerettem, és azért is beszéltem ennyit róla. A végén egy nagyon érdekes kis eszközt szeretnék bemutatni, nem újdonság, a legtöbb fájkezelőben megvan a tömörítvény kezelését, rákattintunk arra, amit beszeretnénk tömöríteni, többre is lehet, tehát több fájt, több könyvtárat is be tud tömöríteni, rákattintunk és a tömörítést választjuk, a megszokott panelt kapjuk, megadja a nevet, megadhatunk egy nevet, megadhatjuk a tömörítésnek a módszerét, legyen most TAR és 7Z, és a további beállítások mellett megadhatjuk a jelszót, hogyha a tömörítő kezeli ezt, illetve a darabolást, hogyha a tömörítő kezeli, nem újdonság, nyilvánvalóan, de én azt gondolom, hogy nagyon hasznos kiegészítő, érdemes lenne ezt felrakni, mert hogyha hetente egyszer, kétszer van tömörítvénnyel való munkád, akkor a létrehozása lényegesen egyszerűbb, mint hogyha egy egyéb programot elindítanál, vagy mint hogyha scriptet írnál hozzá, vagy esetlegesen terminálba próbálnád betömöríteni, alapfunkciókat tudja, a választék elég nagy, és természetesen azokat a lehetőségeket, titkosítás, jelszó megadása, illetve a darabolás, hogyha azt a tömörítő ismeri, akkor azt is meg lehet adni. Ennyi. Hát bizony, van egy-két olyan kiegészítő a tárolóba, amit érdemes használni, érdemes egyébként a többit is átnézni, én csak párra mutattam rá, amit én használok, vagy jónak tartok, illetve nyilvánvalóan vannak más megoldások is, amire egy pillanat múlva kitérek. A következő megoldás, ami a Nemo-ban nagyon-nagyon hasznos, a scriptek futtatása. Természetesen vannak egyéb olyan fájkezelők is, amelyikben scripteket tudsz futtatni, mert nyilván, hogyha megnyitsz egy terminált, akkor a scriptet el tudod indítani, de itt menübe be tudod igazítani ezeket a scripteket, és onnét futtatni. Hogyan is történik ez? Először bemutatom, hogyan működik ez a dolog. Rákattintasz, és lesz olyan, hogy parancsfájlok. Ez akkor fog bekerülni ide, amikor te a megfelelő műveleteket, azaz a scriptek elhelyezését megkezded. Az első script sima shell script behelyezését megkezded, megtörténik abban a pillanatban, ide bekerül, hogy parancsfájlok, és itt a menüből, amiben most pontosan egy darab van, kiválasztod azt a scriptet, amit szeretnél futatni. A script futtatása pontosan ugyanúgy fog lefutni, mint hogyha terminált nyitnál itt, ebbe a könyvtárba is elindítanád a scriptet. Amire nagyon érdemes figyelni, hogyha az internetről rengeteg ilyen kis scriptecske van, letöltesz valamit, akkor nézd meg, hogy mi kell hozzá, mert általában, nem mindegyiknél természetesen, csak ahol így írták meg, ha úgy oldották meg, akkor a Zenity vagy egyéb ilyen grafikus megoldású dolgot telepíteni kell, anélkül nem fog lefutni. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy ha a fájkezelőből indítod egy ilyen menüből a scriptet, a kimeneteket, a hibajelzéseket nem látod, azaz előfordul az, hogy valami egyéb programot is kell telepíteni, nyilván a script leírásában, honlapján, GitHub oldalán meg fogod találni, mi egyebet kell telepíteni, de én azt mondom, ha sokat használod, akkor a Zenity elnevezésű kis programocskát telepíteni kell. Oké, nézzük is meg, futtatunk egy scriptet, parancsfájt, tartalom. Nagyon egyszerű ez a script, a tartalmát a könyvtárnak kilistázza, azaz használjuk egy kis ilyen-olyan megoldással az ls parancsot a scriptbe. Hát lássuk is meg,
Természetesen elkészült a fájlista, könyvtárlista jelen pillanatban, ki is törlöm, biztos, ami biztos, ne legyen itt feleslegesen törlés és törlés. Ennyi. Hova kell ezt a szkriptet berakosgatni? Én már előkészítettem a könyvtárat, Laci, tehát a saját könyvtáratban, Lokál, Sáre, Némo, természetesen, és nagy meglepetésre a szkriptek feliratú könyvtárba kell a szkripteket elhelyezni. A szkriptnek a neve lesz a menüpontnak a címe, tehát természetesen ilyenkor beszélő neveket kell adni, és simán ide bemásolgatod azokat a szkripteket, amire neked szükséged van. Nagyon hasznos funkciónak tartom, mert sima shell szkripteket használunk ahhoz, hogy kiegészítjük különböző egyéb lehetőségekkel a Nemo fájkezelőnket. Szuper! Legalábbis én annak tartom. A másik megoldás ennél egy picit összetettebb, azaz nem egy meglévő szkriptet teszünk bele, hanem az úgynevezett akciókat fogjuk használni. Ezt természetesen nem a szkriptek közé fogjuk beletenni, hanem ugyanabba a könyvtárba, amit az előbb bemutattam, van a Nemo alatt egy akciós. Ide kell bemásolni megfelelő fájlokat. Az interneten rengeteg ilyen akciófájl van, ki kell próbálni, egy GitHub oldalt belinkelek ide le, és azt keressétek meg, ezek az akciók nagyon kényelmesen használhatók, és le van írva egyébként a telepítésnek a módja, pár parancsot kell futtatni, illetve megfelelő kiegészítőket, különböző programokat, hiszen az előbb említettem például a Zenitit, telepíteni kell, és ezeket tudjátok használni, vagy mindet egybe beinstalláljátok, és utána vagy kiveszitek a szerkesztés, beállítások között van a bővítmények, és ide vannak felsorolva az összes olyan, amit beinstaláltam, az összeset beinstaláltam, ami ezen az oldalon található, és próbálgatom, nézegetem őket, ami nem kell, kiveszed előle a pipát, nagyon egyszerű. Mi az, hogy akció? Ez egy akció, egy feladatsor, amit ő el fog látni, rákattintunk ide, és lehet látni, hogy elég szép, hosszadalmas listát kapunk egyben. Egy listába megkapjuk, nyilvánvalóan, ami éppen kell, azt elindítjuk. Például elindítjuk az adott akciófájlra a Nano Editort, és láthatóan elindult. Oké. Ezeknek a kiegészítőknek általában Nemo Action a vége, én úgy gondolom eléggé beszélő kiterjesztést kapunk. Hogyan működnek ezek? Van ez a parancsfájl, ami vezérli ezt az akciót, a felépítésen nagyon egyszerű, a nevet adsz neki, kommenteled, és van egy végrehajtható parancs. Végrehajtható parancs, ez nem okozhat gondot, több fájkezelőben is el tudunk végezni ilyen kiegészítők elkészítését. Ez mit csinál? Megnyitja a levelezőnket, és a adott fájt, a százalékjel nagy F a kijelölt fájl elnevezése, legtöbb helyen a Rangerbe is így hivatkozunk a kijelölt fájlra, és akkor azt oda teszi, ikont adsz neki, és fölírod, hogy milyen függőségek vannak, illetve te meg tudod adni, hogy milyen kiterjesztésekkel kellene ennek a fájlnak lenni, amit ezt tud kezelni. Itt nyilvánvalóan a kiterjesztés bármi fájlra vonatkozik, no dirs, tehát nem dirre, hanem fájlra. Hogyha például az az elvégzendő dolog, amit te el szeretnél végeztetni csak a TXT fájloknál, és az MD fájloknál van, akkor ide nem azt írod, hogy no dirs, hanem vesszővel elválasztva beírod, hogy TXT, vessző, MD, és akkor csak az MD, illetve a TXT szöveges fájloknál fog ez megjelenni, és akkor azzal tudod elvégezni ezt a műveletet. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolog. Egy picit utána kell olvasni, pár példát meg kell nézni. Nyilvánvalóan vannak egyszerűek, amik egysorosak, és vannak olyanok, ezek közül, amiket én installálásra, nézegetésre, ismerkedésre javaslok, vannak olyanok, amelyik saját szkripteket hívnak meg, itt is lehet látni, ide kerülnek azok a szkriptek automatikusan, amiket ezek meghívnak, és ezért, legalábbis véleményem szerint, ezért érdemes ezt a csomagot telepíteni, mert azért jó kis példák vannak, egyértelmű példák vannak, rengeteg lehetőség van,
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A Némóról ilyen kis agitációs propaganda, bemutatás, kedvcsinálás területen ezeket szerettem volna elmondani. Mindenkinek jó Némó használatot kívánok, illetve ahogy lehet látni, elég sokféleképp ki tudod egészíteni ezt a kis programocskát, olyan szkripteket, actionöket tudsz készíteni, ami éppen neked kell, illetve természetesen lehet alap esetben is használni, mindenfajta egyéb kiegészítők nélkül, azok nélkül például, amiket én a tárolóba rámutattam, de véleményem szerint, hogyha ezt a lehetőséget adják, használjuk is ki. Köszi szépen, sziasztok!